Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Rokó MÁV 1047-001-es pályaszámú mozdonyának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. Az 5. korszakos vonali villanymozdonyok közül ez a gép hiányzott már régóta a gyűjteményemből, sajnos itthoni eladó példányokról rendszeresen lemaradtam, vagy nem jött össze a vétel, ezért egy német eladótól, az eBay-ről vásároltam ezt a mozdonyt nemrégiben. A mozdonyt postaköltséggel együtt 68 000 forintért vettem, ez átlagos árnak mondható a régebbi Rokó Eurosprinter mozdonyoknál. A dobozból kiszedve egy alig használt mozdony tárult elém, a kerekek futófelületéből ítélve nem sokat lehetett pályán a modell, és az eladó nem hazudott, amikor azt írta, hogy tökéletes kondícióban lévő járművet árul. Szerencsém volt abban is, hogy nem sérült szállítás közben a modell, ehhez az is hozzájárult, hogy az eladó gondosan becsomagolta. És valószínűleg a szállító cég se nagyon dobálta a dobozt, amiben érkezett a jármű. A MÁV 1047-001-es pályaszámú mozdonya a Rokó egyik nagy újdonsága volt 2002-ben, és gyakorlatilag pár hónappal a nagyvasúti jármű hazánkba való érkezése után már az év őszén a modellboltok polcaira került. Ez a modell a Rokó ÖVB 1016-os, 1116-os mozdonyának gyakorlatilag egy átfestése, de mivel az osztrák és a magyar U2-es Eurosprinter kívülről és részleteiben is gyakorlatilag megegyezik, teljesen exakt modellnek tekinthető a jármű. Jó a forma, jók a méretek, az arányok. A részletek tekintetében minden a helyén van, és ami a méretarányban elkészíthető, azt a Rokó elkészítette a mozdonyon. A kis utólag felszerelhető kiegészítők pontosan beillenek a furatokba, és ragasztás nélkül a helyükön maradnak. Az áramszedő filigrán mégis masszív, ebben a műfajban szerintem a mai napig egy etalon. Szó ami szó, a gyártó a Siemens mozdonyt kellő alapossággal és rendkívül pontosan leképezte az ezredfordulón, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy véleményem szerint maga a forma a mai napig szégyenkezés nélkül megállja a helyét, a modernebb fejlesztések, mint például a Jägendorfer mozdonya mellett is. Ne feledjük, ez a mozdony még javában a Rokó Made in Austria időszakában készült, véleményem szerint ekkor tájt volt a csúcson az osztrák modellgyártó cég, ami meglátszik mind a külső, mind a belsők tekintetében is. A mozdony festése remekül sikerült, a Rokóhoz hűen nagyon szépen eltalált színek és selyemfényű bevonata van a mozdony szekrénynek. A feliratok pontosak és élesek, minden a helyén van. A jármű általános összeszerelési minősége nagyon magas, mind a hajtás, mind pedig a mozdony szekrényen elhelyezett dolgok tökéletesen a helyükön vannak, és visszaolvasva a korai fórumos bejegyzéseket, én azt találtam, hogy mindenki abszolút elégedett volt, még annak idején az újonnan megvásárolt mozdonyaival is. A kasznit leemelve belül, ugyan a mai plux foglalatos gépekhez képest egyszerűbb 8 pólusú előkészítéssel és mindösszesen menetirány szerinti izzós világítással van csak ellátva ez a mozdony, mégis egy elnyűhetetlen régi Rokó motor és mechanika teljesít a gépben szolgálatot. Mivel nálam nincs a mozdony ingavonatban használva, a zárfényt egyszerűen egy fekete kis ragasztó szalaggal letakartam, így nem világít a szerelvény fele. Hasonló megoldás nem csak ennél, de minden más olyan mozdonynál és használok egyébként, ahol nem kapcsolhatóak külön a zárfények. A mozdony klasszikus Rokó motorja itt még centírozott lentkerékkel volt ellátva, ennek és a precízen összerakott hajtásnak köszönhetően remek merent tulajdonságokkal rendelkezik. A hajtásnak analógban gyakorlatilag nincs hangja. A lassú menet egyenletes és nagyobb sebességen is szépen, rángatásmentesen fut a mozdony. A kerekek tökéletesen centrikusak, nem imbolyog, nem billeg a mozdony, a vonóerő tekintélyes. Ezek a korai Rokó mozdonyok még nem voltak azonban ellátva rövid kapcsoló kinematikával. A kapcsoló a forgóvázzal és a pályakotróval együtt fordult el, ami mai szemmel érdekes megoldás, de cserében a mozdony gond nélkül veszi a 360 mm-es sugarú íveket, és gyakorlatilag bármilyen pályán gond nélkül el tud futni,
bármilyen kocsival kapcsolható, mind húzott, mind tolt üzemben biztosan járatható. Egy probléma azonban sajnos van a modellel kapcsolatban, ami némi árnyékot vet az alapvetően remekül sikerült modellre. Még mielőtt dekódert szereltem volna a mozdonyba, alaposan felkészültem, mert hogy ez a széria sajnos rendelkezik egy végzetes gyártási hibával. A mozdony kaszniának műanyaga idővel megkeményedik, és leszedéskor hajlamos a repedésre, törésre, és itt nem csak az apró hajszálrepedésekre kell gondolni, hanem ezeknek a MÁV 1047-eseknek a kasznia konkrétan apró szilánkosra képes törni, ha túlságosan megfeszítjük leemelés közben. Önmagában összerakott állapotban a mozdony szekrény nem törik, viszont a leemelésnél nagyon, de nagyon óvatosan kell szétfeszíteni, ellenkező esetben egy pillanat alatt elpattanhat. Én elsőre a mozdonyszekrény tartó kis karmok közül az átellenes oldalon egyet-egyet egy penge segítségével óvatosan kisebbre faragtam, még úgy, hogy a kaszni a mozdonyon volt. Ezután nagyon óvatosan szét tudtam feszíteni a kasznit, és leemelni az alvázról. Sajnos oldalt a mozdony alvázánál egy apró repedés így is keletkezett, ezt azonban némi ragasztó segítségével viszonylag észrevétlenül el tudtam tüntetni. A kaszni leemelése után a maradék tartó karmokat majdnem teljesen lereszeltem, így a későbbiekben gyakorlatilag minimális feszítéssel leemelhető lett a jármű kasznia, nem fog fenyegetni többi az a veszély, hogy szilánkosra törik. A karmok maradványa viszont éppen eléggé tartja a mozdonyszekrényt, hogy ne essen le róla. Ez a módszer tökéletesen bevált, vagy tucatszor szedtem le és raktam vissza a kasznit, sérülés nélkül azóta is. Tudtam el ez a probléma minden 2002-es gyártású MÁV 1047-est érint, és ha valakinek ilyen mozdonya van és tervezi levenni a kasznit akár tisztítás, akár digitalizálás okán, mindenképpen rendkívül óvatosan járjon el. Érdekes egyébként, hogy a későbbi gyártású Gyesev mozdony, illetve a szintén 2002-es gyártású UBB mozdonyok nem érintettek ebben a problémában. Összegezve egy nagyon univerzális géppel gyarapodott az 5. korszakos állományom, amit számtalan korszakbeli vonat élén fel tudok majd használni a következőekben. Ezek a mozdonyok érkezésük után jellemzően az egyes vonalon és a Dunántúlon továbbítottak nemzetközi és Eurocity vonatokat, de a Fordából adódóan forogtak osztrák belföldi viszonylatokon, és alkalmanként eljutottak a keleti ország részbe is. Ami a repedős kasznit illeti, igyekszek óvatosan bánni vele, így remélem nem lesz neki baja hosszú távon sem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!